Munka után úgy, ahogyan azt évek óta tette, ezen az utcán ment haza az édesapa akkor is, amikor a bántalmazás történt. Feleségét és gyermekét verte meg a férfi, vallomásában azt mondta azért, mert munkahelyéről ittasan ment haza, és az asszony ebben az állapotban nem engedte el vele sétálni 20 hónapos kisfiát. Előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, és ott súlyos testi sértés elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd pedig ezt követően ideiglenes távoltartó határozatot hoztak vele szemben. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset megyénkben. A Velencei Tó környékén ugyanis egy 9 éves kislánynak esett baja. Őt is az édesapja ütötte meg valószínűleg azért, mert a gyermeke késve egy kis cicával a kezében érkezett haza az iskolából. A Gádonyi rendőrkapitányság felvette a kapcsolatot a gyámhivatallal, akik intézkedtek arra vonatkozóan, hogy a kisgyereket kiemeljék a családból. A bántalmazott asszonyt és a gyerekeket is kórházba szállították. Az egyedülálló édesapa pedig, mivel tette miatt öngyilkosságot akart elkövetni, a pszichiátriai osztályon fekszik. Erről az esetről a kislány iskolája, a másik ügyről pedig a család szomszédja értesítette a rendőrséget. Ha saját magukról van szó, akkor nagyon nehezen szánják rá magukat. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője szerint a nők többsége csak akkor fordul a hatósághoz, amikor az otthoni erőszak odáig fajul, hogy ez a gyermeket is veszélybe sodorja. Városunkban évente több mint 200 büntetőeljárás indul családon belüli erőszak miatt. A büntető törvénykönyvben olyan tényállás, hogy családon belüli erőszak jelen pillanatban nincsen, hanem a rendőrség belső normájában meghatározottak szerint 30 bűncselekmény van, aminél vizsgáljuk az elkövető és a sértett közötti hozzátartozói viszonyt. Önálló bűncselekményi kategória lesz a családon belüli erőszak, mert az országgyűlés elfogadta az erről szóló népi kezdeményezést. A büntető törvénykönyv ezen kiegészítése akár már év végére elkészülhet.